plasztik csalis horgászatnál többféle szempontot kell figyelembe vennünk. Nagyon sok mindenről beszéltem már. Az egyik fontos és érdekes szempont az, hogy milyen jellegű vizet horgászunk, hogy álló vagy folyóvizen. Ugyanis a felszerelés összeállítása nagyon nem mindegy, hogy milyen vizet horgászunk. Ez most egy álló víz, de nagyon lassan áramlik is, hiszen egy pataknak a medre folyt itt régen, ez egy víztározó, de inkább csak áramlik, egy nagyon minimálisan, bármely ragadozó az általában folyással vagy áramlattal szembe van. Itt viszont nem tudjuk, hogy merre van az áramlat, így ez is egy kicsit nehezíti a dolgunk, tehát figyelni kell arra, hogy egy adott helyet, ha lehetséges, akkor több felől, több irányból horgásszuk meg. Lehet, hogy az adja majd a sikert, hogy egy másik irányból dobjuk meg a pályát. Mivel ide elegendő ez a 2, talán 5 gram, hogyha nagyon koppanósan akarjuk vezetni a csalit, ez egy nagyon fontos tényező, hogy érezzük a plastik csalit, mikor süllyed le, tehát bedobok vele, szépen felveszem egyből a kontaktust, hagyom süllyedni, picit feszesen tartom a zsinóromat, és mikor majd belazult egy picit, akkor tudom, hogy lent van a mederfenéken, nem erősen, nem túl durván koppant le, beletekerek egyet, lekoppant újra, megint egyet tekerek, lekoppant. Ez egy általános vezetési mód, ezért helyes ez a választás. Azonban ehhez a pici jig-fejhez a felszerelésünk több igényét is hozzá kell igazítani, mert például a ProGuide-ban van nagyon széles választék, a ProGuide-botokban van a fehér nyelűtől, ami a legfinomabb, ami erre a célra is alkalmas, vagy az új kedvencem, a Purge Blade, megújult változata, ez egy nagyon nagyszerű bot, több gyűrűt lett rajta, és hát ezzel a 3 grammos fejjel olyan gyönyörűen el lehet vele horgászni, hogy valami csodai, de ha kell, akkor itt a gerince a botnak is tökéletesen tenni fogja a dolgát fárasztáskor is. Aztán a zsinór végén az, hogy mi van, az már a mi dolgunk, tehát legyen egy megfelelő jig fej, mint például ez a LNK jig, nagyon szuper horgokkal, nagyon jó tartja a plastik csalit, ez a kampós változat, ezt is megmutatom, hogy ha lentebb húzom ezt a power kicket innen, akkor van itt egy kampó rajta szépen, ezt ráhúzva, ez gyönyörűen tartja a csalit, nehezen húzza le a hal is, hogyha rákap, és hát a horog az meg nagyon-nagyon kiváló, nagyon hegyes horogról beszélünk, és ez is gyönyörűen tartja majd a sülőt, hogyha végre rákap. Persze az orsó az legyen megfelelő méretű, én erre egy 2000-eset használok, egy 2000-es Ryobit, ez tökéletes rá, ha valakinek 4000-ese van, az is megfelelő rá egyébként, de ezzel egy picit könnyebb orsó, tökéletesen elegendő rá. Ezen kívül egy nagyon fontos dolog van, amire még nagyon kell figyelnünk, ez nem más, mint a maga a zsinórnak a vastagsága, hiszen a finomabb cuccot, illetve a finomabb felszereléssel, finomabb zsinór is kell hozzá. Én erre 6-os, 8-as zsinórt szoktam használni, 10-esnél semmi esetre nem használok vastagabbat, hiszen az már eldurvítaná, elbutítaná úgymond az egész felszerelést, tehát az összhang, nagyon fontos az összhang az egész felszerelésünkben.